Itthon 10 településen ismételik meg ma az önkormányzati választást. Különböző szabálytalanságok miatt kell újra voksolni. Többek között pénzfelajánlások, szabálytalan lakcímlétesítések, valamint a mozgóurnás szavazás szabályainak megsértése miatt. Szavazni este 7 óráig lehet. Egyelőre nincs új polgármester és képviselőtestület a Zala megyei Várföldén. Itt tömeges lakcímbejelentés miatt kell megismételni a választást. A településen 157-ről rövid idő alatt 239-re emelkedett a választópolgárok száma, ami a bíróság szerint befolyásolta a választás eredményét. Az ügyben rendőrségi eljárás is indult. 10 településen tartanak ma önkormányzati választást. Ez mintegy 30 ezer választópolgárt érint. 8 polgármesteri, 4 egyéni listás, 3 egyéni választókerületi, valamint 2 települési nemzetiségi voksolást kell megismételni. A szavazáson ugyanazok a szabályok érvényesek, mint az október 13-ai választásokon. Ugyanazok a jelöltek indulhatnak, akik 4 hete, kivéve azokat, akik azóta visszaléptek. Kampánycsend nincs, de a szavazókör bejáratától számított 150 méteren belül közterületen tilos kampányolni. Szavazni este 7 óráig lehet. Az eredményeket este közzé teszik a Nemzeti Választási Iroda internetes oldalán. 5 évvel ezelőtt 11 településen kellett a szavazást megismételni, 2010-ben 18, 2006-ban pedig 13 településen.